Én körülbelül 8 éve foglalkozok a csipkeveréssel. Ez egy alap csipke sávnak a verése, amin tanulni szoktak. Egyébként terítőket, csipketerítő, vagy hímzetterítő széleket szoktam csinálni, de nem csak a vercsipkét csinálom, hanem frivolitást, tűvel varrott csipkét, tehát egészen gyerekkorom óta én kézi munkázom, csak a csipkeverést csinálom 8 éve. Türelmet igényel. Tehát mindent meg kell tanulni, az alapokat, és utána türelem kell, mert a csipkeverés az nagyon hosszadalmas munka. Tehát egy olyan terítőnek az elkészítése az egy a 4-5 nap, ha folyamatosan csinálná az ember, na de hát hobbiként nem csináljuk folyamatosan, mert nincs rá idő. Békés megyében van a szakiskolába továbbképzés, tehát ott képeznek csipkeverőket. Egyébként a Lencsési klubban van egy csipkeverő szakkör, amelyik már évek óta, 10 éve dolgozik, és oda lehet jönni csipkeverést is tanulni. Tehát aki hobbi szinten akar, nem továbbképzés szinten, hogy bizonyítványt is kapjon róla. Maga az alap, miután mindig csak két párral dolgozunk, az nem egy olyan hosszadalmas, de az, hogy begyakorolja az ember, hogy egyenletesen tudja csinálni, tudja mindig, hogy melyik verőkét használja, az idő és gyakorlás kérdése. Tehát ebből az alaphálóból, amit most csináltam, ebből csinálni kell mondjuk 5-6 métert, akkor lehet kezdeni a különböző variációkat, hogy ráhajtásokat teszek, pikót csinálok, csipke mintát csinálok, tehát lehet utána tanulgatni, de mindenből több métert kell csinálni, mire begyakorolja az ember. És most azért ezt csinálom beszéd közben, és nem például ezt a bonyolultabb mintát, mert ott nagyon figyelni kell, ott le kell tenni minden másodikat, nem mindegy, hogy melyiket veszem először, tehát nagyon oda kell figyelni, ha csinálja az ember. Na, itt, hogyha most ide közelít, akkor itt van egy ilyen kis minta, ezt hívjuk póknak, itt van tű nélkül. Ezt csináltam meg most a 4 párral.